Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat erre a konferenciára. Szeretnénk közösen gondolkodni itt az elkövetkező időszakban, és szeretném megmutatni, hogy az aktív kormánybiztosság, aktív Magyarország kormánybiztosság milyen fejlesztésekben gondolkodik. Úgyhogy ha röviden össze akarnánk foglalni, akkor azt kell mondjam, hogy az a célunk, hogy a legélhetőbb európai országok közé tartozzon Magyarország, és ugye nagyon sok dologtól élhető egy ország, de ebben, hogy az országunk élhető legyen, nagyon fontos szerepe van az aktív Magyarország kormánybiztosságnak. Ugyanakkor, ha most beszélgettünk Magyarországon az emberekkel, akkor nem azt mondogatják, hogy haj, de jó, milyen élhető országban élünk, hanem sokkal inkább azt mondják a mai napon, hogy hát milyen nehéz az élet. És valóban az élet az meglehetősen nehéz. Mondhatjuk azt, hogy átlagosan 15-20 kilóval nehezebb a szükségesnél, és ennek nagyon súlyos következményei vannak. Magyarországon rendkívül rosszak az egészségügyi adatok, várható élettartam alacsony, egészségben eltöltött évek száma szintén alacsony, elhízottak aránya egyébként világviszonylatban is igen előkelő helyre predesztinál minket, Európában elsők vagyunk, a világon pedig a negyedik hely kétes dicsősége a miénk, és nem nagyon nézünk szembe a tényekkel, kognitív diszonancia redukció működik, a hasunkra csapunk, és azt mondjuk, hogy Magyarországon a férfi ember 100 kilónál kezdődik. Persze aztán a 150 méterrel lévő közért az hogy mondjam, komoly kihívást jelent számunkra. Ezért nagyon fontos, hogy elindítsuk az aktív Magyarország programot, mert azt kell mondjam, hogy aki egészségesen él, sokat mozog, annak jobb a közérzete és boldogabb, és azt hiszem, hogy ebben nagyon fontos szerepe van a mi kormánybiztosságunknak. Nagyon sok program tartozik az aktív Magyarország kormánybiztossághoz, de azt azért el kell mondjam, hogy nem az a cél, hogy kisvasutat építsünk, vagy kilátót, és ezekről mondjunk valamit, hanem régiós programcsomagokat szeretnénk összeállítani, szeretnénk elérni azt, hogy az emberek egyes régiókat menjenek meglátogatni. És nagyon fontos, amit teszünk abból a szempontból is, hogy a turizmus az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata a világon, mindenféle adatokat tudunk, Magyarországon is rendkívül gyorsan nő. Ugyanakkor a turizmuson belül, a nagy turizmus tortán belül is az aktív turizmusnak a részaránya az folyamatosan növekszik. És megváltoztak a nyaralási szokások, ugye egy néhány éve, 30-40 éve kaptunk kéthetes szót beutalót, és ott jól elüldögéltünk a Balatonon. Na most az a helyzet, hogyha a fiaimmal belegondolnék, hogy két hetet kellene a Balatonon üldögélni, akkor ott nagyon komoly kihívások lennének, és rengeteget telefonoznának, és küzdenénk ellene. Hát két évvel ezelőtt 4 nap alatt körbe bicikliztük a Balatont, és innentől kezdve azt kell mondjam, hogy ez az, amit a mai fiatalok szeretnének csinálni. Különben egyébként a rendkívül jó számítógépes játékaikkal játszanának naphosszat. És hogy mekkora szerepe van a világon a turizmusnak, Bodor Ádám előadótól szereztem ezt a képet, 44 milliárd eurót mozgat meg a kerékpározás, ez már jó néhány évvel ezelőtt volt, és ez a nagy hajózási rendszer összesen egész Európában 39,4 milliárd eurót évente, tehát sokkal nagyobb a kerékpározásnak a súlya, az aktív turizmusnak a súlya, mint gondolnánk. És hogy hogyan változik a világ, arra mi látható a képen, nem tudom, hogy látják-e, itt ilyen hosszú sorban, ilyen havas tájon mennek az emberek, nem tudom, hogy tudják-e, hogy mi ez. Ha még egy képet mellé rakok, akkor van-e ötlet? Ez a Mount Everestnek a teteje, tehát el kell mondjam, hogy a Mount Everesten jó időben kicsit nagyobb a forgalom, mint a Váci utcán délelőtt, és ide, hogyha belegondolunk, hihetetlen nagy költségekkel lehet eljutni, tehát egy-egy ilyen ember, akit itt a képen látunk, az 10 millió forintot meghaladó összeget kell, hogy betegyen abba, hogy eljusson a Mount Everest tetejére, de már minden valamire való milliómos Nyugat-Európában az úgy érzi, hogy ezt nem hagyhatja ki, ez ilyen bakancslistás vágya, hogy feljusson, tehát nagyon sokat hajlandók áldozni az emberek ezért. És mutatnék egy másik példát is, itt is megdöbbentő számokatra szeretném felhívni a figyelmet. 1990-ben 5000-en járták végig a Caminót,
és ezt 25 év alatt a 60-szorosára nőtt. 2015-ben több mint 300 ezeren tették ezt meg. Ha itt a teremben is megkérdezném, hogy ki volt a Camminón, tegye fel a kezét, akkor azt hiszem, hogy több kéz is a magasba lendülne. És ha 30-40 évvel ezelőtt ezt mondják, hogy ez fog történni, nem hitte volna el senki. Tehát az aktív turizmusnak a szerepe az folyamatosan növekszik, és ha Camminóra visszamegyünk egy pillanatra, nem tudok visszamenni, akkor ugye az a kérdés, hogy mit mégis sikerült, mit lehet tanulni a Camminótól. Ugye a Camminóról mindannyian hallottunk, de ha azt mondanánk, hogy mondjunk el 5 települést, amit érint a Camminó, vagy csak 3-at, vagy 2-t, akkor nagyon komoly kihívás lenne, mert az a helyzet, hogy egységes brand van, a települések, a szálláshelyek, és mindenki együtt dolgozik. Nem hisz senki abba, hogy ez egyedül működni fog, csak egységesen működik ez az egész brand, ez az egész turisztikai attrakció, zarándokút. És az a helyzet, hogy fel kell tennünk a kérdést, hogy Magyarországon ez működik-e. Van-e térségi marketingünk, együttműködés? Én azt tapasztalom, ha a családommal el szeretnék menni kirándulni, akkor 3-4-5, vagy még akár ennél is több honlapról kell összegyűjteni azt, hogy egy adott térségben mi látható, nemzeti parkok, erdészetek, önkormányzatok, szálláshelyek mind-mind külön-külön működik. A térségi programcsomagoknak sokkal nagyobb arányban kellene megjelenni. Nagyon sok példát hozhattam volna, de mondjuk maradjunk itt a Tokaj környéki régiónál. Ott van egymáshoz nagyon közel, tehát Pestről nézve egyébként teljesen egy helyen van ugye a Sárospataki Vár, Sátoraljaújhelyen a Kalandpark, a Tokaji Kilátó, a Bodrogzug, ahol nagyszerűen lehet evezni. Megtaláljuk ezeket egy helyen. Az a helyzet, hogy sajnos nem, pedig az a helyzet, hogy Sárospatakra Budapestről csak a vár miatt nagyon kevesen utaznak le. Sátoraljaújhelyre, a Kalandparkra nagyon kevesen utaznak le, és egyébként aznap visszajönnek. Ha sikerülne elérni, hogy közös programcsomaggal jelenjen meg a régió, akkor ebben az esetben sokkal nagyobb esély van arra, hogy hétvégékre, hosszabb időre el tudjuk érni az embereket, és meggyőzzük őket, hogy érdemes elmenni ebbe a régióba, és ha együtt dolgozunk, akkor ennek mindenki a nyertese lenne. Na most, mert nagyon kevés ilyen regionális programcsomag van, el kell, hogy mondjam, hogy az egyik fő oka az ez, hogy megalakult az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ. Sok más feladata is van. Feladata például, hogy átvilágítsa, összehangolja, koordinálja az ökoturisztikai fejlesztéseket, megnézze, hogy ezek az ökoturisztikai fejlesztések hogy sikerülnek. Nekem nagyon könnyű tesztüzemem van, mert bemegyek a 4 gyermekemmel egy látogató központba, és ha azt mondják 3 perc múlva, hogy apa, mikor megyünk már innen ki, akkor tudom, hogy ez nem egy annyira jól sikerült látogató központ. Abban az esetben, hogyha el vannak, jól érzik magukat, akkor pedig az egy jól sikerült látogató központ. Máté Bencével elmentünk a Lessébe, és reggel 5:30-kor világosodás előtt bezárt minket a Lesbe magával együtt, a gyerekeimmel, és azt mondta, hogy este sötétedés után mehetünk ki, mert elijesztjük a sasokat. És az az igazság, hogy a gyermekeim egész nap kibírták ott. Tehát innentől kezdve, ha ilyen típusú látogató központokat építenénk, akkor ez egy sikeres attrakció lenne. És ennek a központnak az egyik legfontosabb feladata, hogy segítse a térség szereplőit, hogy regionális programcsomagokat dolgozzanak ki. Nekünk nagyon fontos célkitűzésünk, hogy a gyerekekre odafigyeljünk, és a virtuális élmények helyett valós élményeket juttassunk a természetben számukra. Ugye a gyerekek egész nap képesek, mint mondtam, mobiltelefonnal játszani, rendkívül jó telefonos játékok vannak, ezekkel kell versenyezni, de minthogyha egy jó biciklitúrát szervezünk nekik, vagy egy kis Via Ferratát, itt a két fiam látszik, akit elvittünk egy madarász táborba, és hihetetlen élmény, amikor a jégmadár a hátán fekve ott marad a gyermek kezébe, ez nagyon hosszú ideig szóló élmény, és reggel 6-kor nem a telefonért nyúltak, hanem rohantak ki a hálókhoz, mert reggel 6-kor lehetett a legtöbb madarat begyűjteni a hálókból. Én szerintem nagyon jó lenne ezt nagyon sok gyermek megismerni.
És a gyermekekre való koncentrációnak az egyik legfontosabb része, hogy 2019-ben már sikerült 11 ezer gyereket elvinni vándortáborba. Munkatársaim kicsit szívták a fogukat, mikor mondtam, hogy a 2020-as cél a 15 ezer. Szeretnénk egy kicsit bővíteni a vándortáborozást. Idén szeretnénk már 2020-ban zarándok vándortábort is indítani. És azt kell mondjam, hogy itt a gyerekek természetközeli élményt kapnak, szemléletet, és a szemléletet azzal is próbáltuk formálni, hogy azt a célt tűzték ki, hogy ez legyen az év legzöldebb hete, és igyekeztünk minden műanyagot, pillepalackot, műanyagvillát eltüntetni a vándortáborokból az idei esztendőben, és hát látják a számokat, és amire még különösen büszke vagyok, hogy 1400 tanárt is sikerült végzettséghez, vándortábor vezető végzettséghez juttatni, és abban reménykedünk, hogy viszik évközben is túrázni a gyerekeket. Nagyon fontos a gyerekek szemléletformálása érdekében az erdei iskola. Sokat felújítottunk, most fogunk még további 3 erdei iskola felújítására pénzt biztosítani. Szeretnénk indítani egy táborhely felújítási programot a következő esztendőben. Vannak nagyon jó állapotban lévő táborhelyek, és vannak kicsit neccesebb állapotban lévők. De minden oldalról támadunk, ezért Lackfi János koordinálásával megegyeztünk 20 költővel, hogy a következő könyvhétre, tehát áprilisra egy költeményes antológia kötetet fognak kiadni a természetjárás, táborozás, vándortáborozás, kerékpározás szépségeiről, úgyhogy remélem, hogy Magyarország legismertebb költői kiváló gyermekverseket fognak írni, és nagyon szeretném, hogyha iskolai szavaló versenyeken, mondjuk ebből a kötetből mondanának el már néhány verset. Remélem, hogy sikeres attrakció lesz ez is. Turistaházfejlesztési program, 2010 óta több mint 100 szállásért újítottunk fel, a kormánybiztosságunk 34, és évvégig még további 3 turistaházat fog támogatni. Én azt hiszem, hogy lassan az a célkitűzésünk, hogy legalább a szlovákiai, de inkább az ausztriai szálláshelyek színvonalát érjük el a turistaházakkal, lassan valósággá válik. Kellenek a célpontok a túrázáshoz, rengeteg kilátót újítottunk meg, és azt hiszem, hogy azt a tapasztalat mindenhol, hogy nagyon szívesen veszik ezeket a turisztikai célpontokat a túrázók. Látogatóközpont is rengeteg épült, és 70%-kal nőtt a regisztrált látogatók száma 2010 óta, és még egyszer mondom, hogy további látogatóközpont építések is a csőben vannak, de azt nagyon szeretném elmondani, hogy vannak olyan látogatóközpontok, amik jól sikerültek, vannak, amelyek kevéssé, tehát ma már az, hogy a Wikipédiát kinyomtatjuk a falra, az már nem elegendő. Hogy a 12. látogatóközpontban kiforgatható a harkály, ez nem elegendő. Tehát más új kreatív dolgok kellenek, amik lekötik a gyermekeket. Vannak nagyon jó példák, és vannak kevéssé jól sikerültek. Reméljük, hogy a következő években a jól sikerült példák számát fogjuk gyarapítani. Kisvasutak felújítása 2 ütemben történik. Az első ütem az már mindenki megkapta a forrásokat. A következő évben, következő ütemben 3 éven keresztül 12 milliárd forintot fordítunk kisvasutak felújítására. És az a helyzet, hogy itt is még egyszer el kell mondjam, hogy nem kisvasutat szeretnénk támogatni, hanem a kisvasuton keresztül elérni, hogy a térségbe eljussanak az emberek, és térségi programokat szeretnénk kínálni, és azt szeretnénk, hogy a kisvasút az egyik mágnes vonzerő lenne, és szeretnénk ezzel együtt, vagy mindezen túl a kisvasutakra is egy erősebb kommunikációt rátenni az aktív ökoturisztikai központtal, és talán újraindítjuk a kisvasútra fel programot, ehhez azonban egységesíteni kellene egy kicsit a kisvasutak menetrendjét, árképzését, kedvezményrendszerét, de megpróbáljuk ezt az elkövetkező fél évben ezt a munkát elvégezni. A víziturizmus is nagy lendületet kapott, 135 vízitúra megállóhely fejlesztése fog megtörténni az elkövetkező időszakban. Már többet átadtak idén, de jövő nyárra ezen vízitúra megállóhely fejlesztések nagy része az meg fog történni. A sziget közben már érezhetően nő a vízitúrázók száma, a felső Tisza vidékén még kevéssé, de én biztos vagyok benne, hogy
ha ezek a megállóhelyfejlesztések megtörténnek, akkor Magyarország egy vízitúra paradicsommá válhat. Békés, nyugodt vizeink vannak, amelyek nem csak Magyarországon tudják az érdeklődőket megszólítani, hanem Ausztriából, Nyugat-Európából, bárhonnan máshol. Sípályafejlesztés egy kicsit érdekes vidék, tehát kell ehhez valamilyen lelki állapot, hogy valaki sípályafejlesztésre adja a fejét Magyarországon, de vannak ilyenek, őket segítettük. Mátra Szent Istvánban, Eplényben, Sátorjaújhelyen már kisebb fejlesztések, pontosabban nagyobb fejlesztések történtek. További területeken is lépünk előre, további fejlesztések is várhatók, úgyhogy idén télen például Eplényben már egy újabb sífelvonó lesz. Bánkúton segítünk a szálláshely megújításában, csak úgy, mint Nagyhideghegyen. Bánkút segítségünkkel vett egy új ratrakot, úgyhogy fogunk előrelépni ezen a területen is. Pécsi síház és más is az elkövetkező időszakban fog támogatáshoz jutni. És jön a Síeljünk Itthon kampány. És ez a Síeljünk Itthon kampány, ez nem azért fontos, mert az Alpokat le akarjuk nyomni, tehát bízunk magunkban, ez egy kicsit nagy vállalás lenne, de vannak olyan lehetőségek, hogy itthon tartsunk azért sok-sok embert, itthon tartsunk sok-sok turisztikai bevételt, például gyerekeknek tanulni nagyszerű itthon Magyarország, felnőtteknek besízni évelején nagyszerű. Én azt hiszem, hogy Magyarország egy olyan 5 és 10 közötti sípáját biztosan el tud tartani, és nagyon bízunk ebben, hogy a kampány ehhez segíteni fog, hogy itt többen megtalálják a hazai pályákat. Ugyanakkor ez a Síeljünk Itthon kampány, ez csak az első része egy kampánysorozatnak, egy összefüggő kampánysorozatot szeretnénk elindítani, lesz majd Túrázzunk Itthon kampány, Evezzünk Itthon kampány, Lovagoljunk Itthon kampány, tehát szépen sorra fogunk menni, Kerékpározzunk Itthon kampány, és próbálunk majd szépen ezt egy egységes kommunikációba összefogni. Vasalt utak építésébe is belekezdtünk, nem könnyű kihívás, mert ahol érdemes ilyet építeni, az majdnem mint természetvédelmi területen van, de sikerült 4 helyszínben megállapodni a nemzeti parkokkal, ez a 4 helyszín megkapta az engedélyeket, úgyhogy a következő esztendőben Magyarországon meg fog kétszereződni a Via Ferrata útvonalak száma, bízunk benne, hogy nagyon sok embernek örömet fog szerezni ez is. És elindítunk egy új kampányt, 100 millió forintot fogunk arra szánni, hogy Magyarország nemzeti parkjainak e-biciklit, pedeleket vegyünk, és elindítjuk a e-biciklizt, pedelekezd be Magyarország nemzeti parkjait, és egy versenyt fogunk meghirdetni a nemzeti parkok között. A legtöbb érdeklődőt vagy kerékpározót vonzó nemzeti park a következő évben még kap még egyszer annyi e-biciklit 2021-ben, mint 2010-ben, úgyhogy remélem, hogy nagyszerű útvonalakat fognak kitalálni, és reméljük, hogy egy sikeres elektromos kerékpáros kampányt fogunk tudni elindítani, ami hozzásegít, hogy Magyarországot ismerjük meg még jobban. Van egy világhírű természetfotósunk, a legismertebb és legtöbbet díjazott természetfotós a világon. Máté Bence, támogatok a kiállítását. Ez önmagában is nagy szép, hiszen a városok közepébe elhoztuk a természet szépségeit. Ugyanakkor ennél sokkal nagyobb terveink vannak Bencével. Az a tervünk, hogy szeretnénk olyan leseket építeni, amiben egy busznyi turista egyszerre be tud menni, mert ez egy fantasztikus élmény. Tehát amikor azt látjuk, hogy 2 méterre vagyunk a vadon élő állatoktól, akkor azt nem is nagyon akarjuk elhinni. Ezek a képek egyébként a valóságot mutatják. Detektív üveg van itt a les elején, úgyhogy úgy tudjuk nézni 1,5-2-3 méterről az állatokat, madarakat, medvéket, mind a két helyen személyesen is voltam, hogy ők nem vesznek észre minket, fantasztikus élmény. Garantálom, hogy minden gyerek egyébként elkerekedett szemmel fog figyelni, és egyiküknek sem jut a mobiltelefonja után kapkodni, legfeljebb a fényképezés miatt. A természetvédelmi szervezetekkel van egy újabb nagy elképzelésünk. Jane Goodall könyv mintájára, a nálatok vannak még állatok, szeretnénk egy olyan könyvet összeállítani, ami megmutatja a magyar természetvédelem sikereit. Mert azért csak sikerült kétszeresére emelni a kékvértség számát, a nagy kócsag az majdnem eltűnt Magyarországról, most már azért van bőven, a farkasok is feltűntek a bükkben, a hódok visszatelepítése is sikeres volt, de a természetvédelemről mindig akkor beszélünk, amikor valami
ellen küzdeni kell, pedig az emberek az a tapasztalat, hogy sokkal szívesebben csatlakoznak sikeres projektekhez, nem? Ha Fradi az éppen vezeti a bajnokságot, akkor sokkal több szurkoló van, mint amikor rosszul áll. Tehát nagyon fontos, hogy beszéljünk a természetvédelem sikereiről, és hát éppen megállapodásban vagyunk a nemzeti parkokkal és a természetvédő szervezetekkel, hogy egy ilyen könyvet összeütünk, és ilyen hosszú távú elképzelésem, hogy talán a negyedik osztályban a petúnia virága és a muskátli virágának összehasonlítás helyett környezetismeret órán egy-két érdekesebb dologról is lehet majd beszélni. Néhány szót a kerékpározásról. Nagy nehezen sikerült adatokat szerezni, ami alapján úgy becsüljük, hogy a Velencei tónál olyan évente 170 ezer olyan ember van, aki körbe biciklizi, a Balatont körülbelül 120 ezeren kerékpározzák körbe, és a Tisza tónál pedig 57 ezer volt a tavalyi szám, és most készítünk egy turisztikai kutatást, hogy a kerékpározás fejlesztését a jövőben még jobban megalapozzuk. Egy dolog biztos, a kerékpáros turizmus átalakult, célcsoportok kiszélesedtek, és soha nem látott kerékpáros fejlesztések várhatók az elkövetkező időszakban. Összesen, ha mindent összeadunk, ez meg fogja haladni a 150 milliárd forintos értéket. És hogy a kerékpáros fejlesztéseket milyen gyorsan megtalálják egyébként a kerékpárosok, annyi történt, hogy 2017-re sikerült letiltatni a gátakon átmenő forgalmat a Tisza-tónál, és hát látják a számokat, 20 ezerről két év alatt 57 ezerre nőtt a kerékpározóknak a száma, brutális növekedés. Mi lesz akkor, hogyha elkészül a Tisza-Füredet poroszlóval összekötő híd, ami a következő év májusára reményeink szerint el fog készülni. Kialakítottunk egy új egységes táblarendszert, nagyon sok olyan útvonalat, amit alacsony forgalmú gátakon, erdőkben vezet kitáblázunk. Erre Nyugat-Európában sincs pénz, hogy ezeket az utakat, ezekkel az utakkal párhuzamosan önálló kerékpárutakat építsünk. Kerékpáros barát szolgáltatások területén szeretnénk előrelépni, egy nagy nemzetközi konferencia lesz januárban Magyarországon, egy egységes európai rendszerhez szeretnénk csatlakozni. A kerékpáros barát szolgáltatás nem azt jelenti, ami ott a bal felső képen látható. Szeretnénk ezt a szolgáltatásokat egységesíteni és érzékelhetővé tenni mindenkinek. Bike parkok építése Magyarországon, itt nagy küzdelemben vagyunk, a jelenlegi jogszabályok alapján nem nagyon lehet ilyet építeni, úgyhogy az a környezetvédelem szempontjából hatásos megoldás történik, hogy mondjuk Miskolcon egy olyan ember, aki ezt a sportot szereti űzni, beül az autójába, autózik 450 kilométert Ausztriába, vagy éppen Szlovákiába, vagy Szlovéniába, ott hódol két napig a szenvedélyének, majd 450 kilométert visszaautózik. Hát ez biztos nem tekinthető egyébként környezetbarát megoldásnak. Én azt hiszem, hogy ilyen pályákat Magyarországon is kell tudjunk építeni. Biztos, hogy nagyon nagy igény van rá. Ausztriában azt mondták, hogy a magyaroknak, hogy az ottani sípályának, vagy az ottani kerékpáros pályának igen jelentős részét a forgalomnak a magyarok adják. Kerékpáros körverseny nagyon fontos országmarketing, Tour de Hongrie elindult, és most az idei évben sikerült a Giro-t is Magyarországra hozni, úgyhogy jövő év májusában nálunk indul. Aki nem látta ezt, az nem tudja, hogy micsoda őrületet jelent. Egy számot hadd mondjak, hogy naponta 400 ezer ember van az út mentén. Ez körülbelül 10-15 NB1-es fordulónak a teljes nézőszáma, amiről beszélünk, ennyi van kint minden nap. Nem gondolom, hogy Magyarországon is ennyien lennének, de reménykedünk, hogy sokan lesznek, és az egész kerékpározás ügyének tudunk új lendületet adni. Nyaralóhajózás, 20 hajóval fogunk elindulni a Felső-Tisztán, a hajók már megérkeztek, és itt is azt kell mondani, hogy a nyaralóhajózás az ki fogja kényszeríteni a térségben, a különböző turisztikai attrakciók, azok fenntartói együtt dolgozzanak, közös programcsomagokat állítsanak ki, egyébként nem fog működni. Muszáj lesz együtt dolgozni, a térséget együtt lehet eladni, és ez nagyon pozitív hatásra lesz a nyaralóhajózásnak. Május 1-től fog elindulni a program, hajóvezetői engedély nélkül vezethetők ezek a hajók. Amit ott a jobb felső sarokban látunk, azok a hajók már Magyarországon vannak. Ezek
minden luxussal felszerelt úszó apartmanok, mégis természet közelben vannak az emberek. Lehet horgászni, bejárni a környező tájnak a szépségeit, megnézni a környező kulturális emlékeket. Így fog kinézni a kiskörei báziskikötő, és azok a kikötők, amiket építeni fogunk, azokat nem csak a nyaraló hajóink, hanem más hajók is használhatják. Úgyhogy abban bízunk, hogy egy nagyon nagy lendületet adunk a rendkívül alul hasznosított tiszai turizmusnak. És hát már elkészültek a tervek az alföldi rafting pályánkkal kapcsolatban, úgyhogy most megyünk kormány elé, ha forrás is lesz, akkor 2 év múlva az apukák, nagypapák készülhetnek, hogy gyermekeiket, unokáikat el kell vinni a Tisza-tó mellé raftingolni. Lesz egy turisztikai pálya, meg egy pálya versenyzőknek, olimpiai sportágról beszélünk. Szerintem a Tisza-tónak egy fantasztikus turisztikai attrakciója lesz. Görpark programot indítottunk, 10 városban fog Görpark épülni a következő év végéig. Én azt hiszem, hogy ez is segítheti a gyermekeinket, hogy egy kicsit aktívabban éljenek és többet mozogjanak. Ez, amit épp látunk, ez nem Amerikában van, hanem az Erzsébet téren. Fantasztikus a kihasználtság, én mindig csodálkozom, hogy a gyerekek itt nem ütköznek össze. Nagyon ügyes trükköket tudnak, úgyhogy érdemes mindenkinek megnézni. Elindítottuk az országos futópályaépítési programot is. 11 településen fog legalább 1 kilométer hosszú futópálya épülni. Nagyon keresett ilyen beruházásról van szó. Én a kőbányai önkormányzattól jövök. Nyugodtan elmondhatom, hogy árérték arányban, kihasználtság arányban az egyik legjobban sikerült befektetés a kőbányai önkormányzatnak, úgyhogy én bízom benne, hogy azokon a helyeken, ahol sikerül ilyet építeni, ezt örömmel fogják birtokba venni az emberek, és kicsit hozzájárul ez is, hogy egészségesebben éljenek. És hát az a helyzet, hogy van egy nagy szemléletformáló akciónk is még az 5 próba. 22 ezer embert értünk el az 5 próbában. Az 5 próba Tokióba akció az hamarosan véget fog érni. Úgy számoljuk, hogy körülbelül olyan 2-3 ezer közötti lesz azon embereknek a száma, akik megszerzik a melegítőt, hogy egy olyan melegítőjük legyen, mint amilyen az olimpikonoknak lesz. És nagyon szeretnénk, ehhez is készítjük az előterjesztést, hogy a következő időszakban ezt az 5 próbát ezt tovább tudjuk vinni, és a 22 ezer helyett a cél az 5 próba Párizsba akcióban az 50 ezer elért ember. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon jó motivációs lehetőség. Ezek az emberek, akik járnak 5 próbázni, ezek bejárják az egész országot, és akikkel beszélek, azok mind nagyon boldogok, hogy 5 próbászni voltak. És az a közös célunk, hogy egy élhetőbb, egészségesebb országban éljünk, ahol sokkal többet mozgunk, sokkal jobban vigyázunk a természetre, és ahol boldogabban élünk. Azt hiszem, ha ebben együtt tudunk működni, és számíthatunk az önök segítségére, akkor biztos, hogy eredményt fogunk elérni. Köszönöm szépen a figyelmet. Mirko nagyon nagy nyomást helyezett rám, hogy fejezzem be 30 percen belül. Még van 1,5 percem, úgyhogy a feladatot teljesítettem. Köszönöm szépen.